zárók is eljárnak érkezni. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljon. Elsősorban ezzel a zárózsgával kapcsolatban egy-két gondolatban. Ugye, amikor én tanultam a mesterséget, színész mesterséget a Nemzeti Színházban, annak 79-ben kezdtem, nagyon furcsáltam, hogy hatalmas színészek, Sikor, Simer, Bűz, Rajos, Ferihácsi, Agáti Kábor, Kálmai György, ezek köszönjük a műszaknak, készítő, segítő. Sokáig nem értettem, de rájöttem, milyen fontos munkát végeznek. Azóta igyekszem, amióta ez a színiskola működik azon, hogy akik ide járnak növendékek, minden oldalról meglássák, megtapasztalják, vagy minél több oldalról megtapasztalják a színházat. Nem csak a színpadi részét, megtapasztalják azt is, hogy a háttérben milyen munkák folynak, megtapasztalják azt, hogy mi minden kell ahhoz, mit kell elvégezni mindaddig, amíg a színész odaáll a közönség elé, és játszik. Amikor felvételiztem az idején, a meghallgatás után a mesterem behívatott, és még mielőtt közötte volna, hogy felvettek, vagy sem, nem tudtam, hogy az eredmény, megkérdezte, hogy Zsikám, magába lelég a lána? Én nem tudtam, hogy mit érte ez alatt, 19 éves voltam. Nagyon szerettem tanulni a színészmesterséget. Persze, de elég halálba szerintem van bármi lesz benne, ami ahhoz kell, hogy színész legyek. Aztán, ahogy teltek az élet, megtanultam azt, hogy személy iránt, ember iránt nem kell mire választani. Bár a fölnőtt világunk sokszor nem ezt tudom. Én mégis ezt tudom. Nem kell. Viszont alázat kell, hogy legyen bennünk, akik színházzal foglalkozunk, ez iránt a sok ezer éve csoda iránt, amely az egy ember hatni tud a másik. Adni tud valamit. Meg tudja nevetítetni, vagy meg tudja rékatni. Ez iránt a csoda iránt alázat. A végzősök záróvizsgálja minden évben egy kicsit plusz ünnep, kicsit több, mint a többi évfolyam. Az idei évben különösen sok segítő mozdult a háttérben. Meglepődtem és nagyon örültem. Végzett hallgatók, akik játszanak máshol. Jöttek és többként együtt a első és második folyamosokkal felajánlották a segítenet létrehozni ezt a végzős vizsgát. Még szerint Zsitva József, Tolle Dániel, Fritz Attila, Baku György, Cserszánkó, Varga Norbert, aki különösen sokat segítettek. Vejc Ildikó és Bodogán Éva, hogy létrejöhessen ez a zárózsgát. Nagyon sok munkája. Az, hogy a végzős hallgatóknak, illetve akik játsszák ezt a darabot, mennyi munkájuk van, hamarosan önök is látok. Köszönetet szeretnék tehát mondani indirekt módon azért ezeknek az embereknek, hogy alázatosan fordultak, engedjék meg, hogy még egy gondolatot elmondjam. König Zsuzsanna stúdió most a 6. esztendejét zárja. Ez alatt a 6 év alatt a felnőtt osztályok hallgatói közül 15-et kaptak végzős végzett fokra.
mégis 17-en játszolnak különféle szinten. Tehát olyanok is, akik a főnépben nem kaptak végzett oklevelet, de itt hagyták el, hogy tehát valamikor az iskolát, de az első lépéseiket itt tették meg, és ma már játszanak. Hárman kaptak színészi minősítésüket, várnak a színészi minősítésükre. Ketten a színművészeti egyetemen tanulnak. Játszanak, játszottak és játszott fognak növendéket, csak azokat a színházakat mondom, hogy ez már megtörtént, mert hol fognak még, remélem, hogy vissza. Szóvá bővül a Budapesti Kamara Színházban, a Bárka Színházban, az Evangélium Színházban, a Budaörsi Játékszínben, a Hozvilág Kamara Színházban, az első színházban. Azt hiszem, ez egy jó statisztika. Nagyon rövid idő alatt azt mutatja, hogy amit ebben az iskolában a tanáraiktól tanultak a fiatalok, használhatók. Hamarosan ott levelet fognak kapni a végzett utolsót, az alacsonyabb évfolyamban járók az adott évfolyam elvégzését bizonyító oklevelet, ez a papír nem jelent semmi. Azon kívül, hogy az ember emlék, az ember számára soha senki nem fogja ezen a pályán kérni, vagy kérdezni, hogy milyen papír van az embernek. Azt mondják, hogy menjen fel a színpadra, mutassa meg, mit tud. Ez alatt van szeretet, szeretet. Úgy tűnik, hogy a végzett főnépes hallgatók számára nyújt hely ezen a pályán. Ennek nagyon örülök, mert ez visszaigazolja valamennyi tanár kolléga munkáját, hogy jó útra jár. Ugyanakkor van még egy dolog, amit el kell mondani. A 6. esztendőket fejezzük be. Ezt az évet egy jó részét évközi munkámnak arra fordítottam, hogy támogatót keresek az iskola a főnök művészeti műhely számára. 50-nél több éget vállalkozása, Magyarország legnagyobbjait kerestem meg a művészet pártolókat. Személyesen telefonon, levélben, e-mailben, postadalomból, minden létező formában elkészült egy távoldalos dokumentum a főnépszeti munkájáról. Mindösszesen 10 voltak, akik választra mérhet. Nem lehet sem. Azt kérem, döntsék el önök, az alapján, amit láttak, és az alapján, amit látunk, hogy érdemese, támogatásra érdemese ez az iskola, ez a leemelt színház. Ha úgy találják, hogy igen, kérem a segítséget, nem a pénzt, a segítséget. Segítsen, olyan támogatót találni, aki ezt az iskolát, ezt a növendéket segít. Én 6. évet tanítottam ebben az iskolában, nem veszek. Én alapítottam, úgy gondolom, hogy én nem pénzkeresési fogadókat jelentem. Kérem, segítsen. Nekik segítsenek, akik láttak, és akik látni fognak. Fogadják őket kritikus szemmel, fogadják őket kívánom, hogy vigyázzanak rájuk,
Kelly Sangitot, Zani Tjöjtöj, moj milenko idot. Ti pastoj, pastoj, krasavica moja, da volna gledeta radost na tebe. Ti pastoj, pastoj, krasavica moja, дозволена плететься радость на тебя. На твою ли я приятну красоту, на твою ли что надела я лицо? Ты постой, постой, красавица моя, дозволена. Itt Fenyő, hármas, hármas, 17-es jelentkezik, 17-es jelentkezik. Hármas értás, Vaszkop törzsőmester, jelentem a botrányok tovább folytatódnak az idevezélyebb legénység a szolgálati szabályzattal ellentétben. Mit csinálnak? Ördejártás, jelentem a szabályzattal ellentétben, isznak! Isznak? Isznak, tettek ők a kisüsti pánikát a földalon is előszerzik. A szabályzattal ellentétben. Szóval megint jelentést fogsz írni. Ide figyelj, Vaszkó, mi vagy te voltak éppen, író vagy törzsőrmester? Törzsőrmester, nem csak isznak! Ha nem? A nőket is! A nőket is? A szabályzattal ellentétben! Ide figyelj, Vaszkó, négy napja küldtem neked új legénységet! Önértes, jelentem a legénység úgy a helyzet régi. Az új katonák az első három napban kialudták magukat, aztán szemügyelteti a környéket, és ma már kitört a botrány a szabályzattal ellentétben. Tehát milyen katonákat akarsz, Vaszkó? Önértes, küldjenek, jelentem! Küldjenek ide olyanokat, akik nem hisztek, és nem... Szóval eunukokat? Erről egyébként írásban is. Írásban? Na, ide figyelj, Vaszkó. Nem őrparasztok vagy, hanem író. Téged megrovásban értesítünk. Írásbeli megrovásban, érted, Vaszkó? Írásban. Nem, közönyeltes, a parasztok a szabályzat értelmében köteles jelenti. Jól van, Vaszkó. Küldünk neked olyan katonákat, akik nem hisznak, és nem... Hármas pontot! Hármas pontot! Igen, hát van, hogy 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 van,
Válasz egy szállás sátorban, kettő küldön a szombat, három szomszéd a veszelé, végeztem! Itt a fogja! Hát, itt nincs semmiféle külön parancs!
sikítanának, és elpillanak, hogy egy picit az illan kedvéért. Nem! Miért? Azért, mert a gáncok, nekünk erre külön engedélyünk van. Mi
Mire van engedélye? Őrség felvezni és a szabályzat szerint, értettem? A szabályzat szerint! Diana! Vigyen ki a helyére! Diana! Kapitány Bóvárosa! Nagyon fülgő. Bárhogy tudsz ugodni.
utána már még a kaptér, és a lövés elvétette, hát ezért van az, hogy be sem tegyek. Hát volt akkor, amikor több tagú osztott az egy tagúval, úgy áll. Akkor jött a medve, és az apámat szépült. Azért csak hittem valamire. Az ember mélyére jöttem, és a parancsnokságig jutottam el. Az nem csak. Ezek a lányok közkapolnak. Én parancsnok vagyok. Ám már tanultam. Tanulhattam. Olyat a tudat, hogy tintező, előre tartás, tűz. Két osztályok között? Kilencet végeztetek meg. Kilencet a betétek. És a kilencből négyet elveszünk, marad ő. Vagyis az örök, hogy többen vagyok mögöttük, mint amit összes rád. Hát ki a hibás? A medve. Na azért mi Isten kérdezik. A negyediket nem is? Az előző iskolát elvégzik. 10 év alatt törzsörmester. Törzsörmester. Ezen a vonalon van kuda? Hát másrészt tudom kétségtelenül sors, mint egy célfogó tűzött ki. És itt egy közvetlen közelről öttüzet zúgatott rá. De kiálltam. Nem sokkal a finn háború előtt nősültem. A helyőrség kórház egyik ápoló vétettem. Vidám asszonyka volt, folyton csak énekel, táncol. Az ifokát sem vezettem. Mind a mellett fiú szült neked. Igor Gál. Igor Fedotovics Vászlónak. Azt lejött a finn háború. Amikor két kivindötéssel hazatértem, akkor jött az első csapat. Amíg én ott a hónap húztam, a feleségem összeállt az ezeret állatorvosával és dédemhez összeállt. Mikor kellett a bíróság nekem ide? Anyám azt mondta. Egy év múlva volt meg. Azóta csak háromszor mosolyogtam. A tábornokra, amikor átjutott a kitüntetésemet, sebészre, aki eltávolított a vállamból a szilánkot, és rágóval ilyen így forrott előtt. Hogy olyan találékon volt. Hát te mit csinálsz? Gondolkodom. Jó, persze. Na gyere, később van. Ezért is kaptam a kitüntetést. Ezért is helyettek, hogy nyugalmas volt, most találjuk. Most? Tizenhetes, hármas kapcsolom. Hármas hatás, jelentem? Ide figyelj, Vaszkó! Küldtünk neked még valaki. Még valaki? Ide figyelj, Vaszkó! Hát nem olyan hatás, jelentem, inkább engem küldjenek. Hova? Az első vonalban. Hiszen én felderítő vagyok, önlejátás. Ott nagyon patkolat teszik. Főleg erdős telepen, önlejátás. Felderítés erdős telepen. Majd eljön annak is az ideje, mihelyest az orvosok engedik. Hát önlejátás. Háborúban, Vaszkó, megfelelő ember, a megfelelő helye. No meg a békében is. Önlejátás. Hát küldtek már meg itt, és miért? A nők, amit ezt jól tudjuk, a fronton az érdeklődés középpontjában állnak. No meg a hátországban is. És előfordul persze, emberek vagyunk, ezt nagyon jól tudjuk. No persze ez nem azt jelenti, hogy helyeseljük is. Hogy emberek vagyunk? Az erkölcsökhatásokat vannak. Egyik törzsparasztok egyébként családos ember, egy lovas tiszt. Szerzett magának egy, hogy is mondjam, barátnőt. Amikor a katonai tanács egyik tagjáról tudomást szerzett, magához vendelte az ezredes, engem pedig utasított, hogy ezt a barátnőt, komolyan a harcot helyeztem el. Ön nagy eltás! És biztos vagyok benne, hogy a ti jó kollektívátokban az eltás nő. Ön nagy eltás! Én felderítő vagyok! Hagyjuk ezt, Vaszkó! Én bízom benne, hogy a kollektíva erejével... Ön nagy eltás! Hát az nem kollektíva! Hát ez önlejátás! Hát úgy értem, hogy az nem katonai jelent! Önlejátás! Én nem bírok ezekkel, egy képtelen vagyok! Ne csinálkozz, Vaszkó! Emeld az emelés színvonalát és foglalkozz velünk egyénileg is! Hármas pontot! Hármas pontot! Szóval maga? Én vagyok. Az. Mi az? Hogy beszél maga? Mi az, hogy az?
Az a harcos, akinek szívebezen és örül, a Özsönnek Ferencás, már nyilván értes. Aha. Várjon! Kérde meg! Azt egy parancsolj! Hozzá! Komárkó a harcos! A deltárs lesz hozzá kezdeni. Vegyük meg a mi a neve? Jevgenia. Gyere, benne jókor, ez éppen fürdésre. Várjon! Én biztos vagyok abban, hogy a deltásnél ami jó kollektíván van, a kollektív az elej, várjanak parancsot, kedves eltársam! Isten az a tényállás! A nő, mint ezt jól tudjuk, na meg a férfiak ezt is jól tudjuk, úgy értem, hogy emberek vagyunk. Igen. Ami persze nem azt jelenti, hogy helyeseljük. Nem jelenti? Mint az helyesülünk? Romek a harcos, hát tart! Irány, egyenes lépés, indulj! Állj! A nerfölcsi botlásokat azonnal nem helyeseljük! Arról van szó, hogy a nerfölcsi botlás egy törzski! Épp mit? Nem akárki! Egy törzski! Sőt, csalátos! Épp mit? Nem mindegy. Cseppet sem mindegy. Emiatt az eltársnő, hát az ilyesmi persze előfordul, hogy tudjuk. És az ilyesmihez két ember kell. Ezt is jól tudjuk. Ettől kellették az eltársnő, eltársnő. Az előlegezett bizalom parancsnok helyettes eltársnő nagyon fontos. Robert Kovarkos, átlag. Hozzá. Parancsok, kedves eltársak! Vezessék a kollektívába Komárkó harcos! Gyere, zenya! Kollektívába! És emeljék a nevelés színvonalát! Egyéni foglalkozások útján is! Emelni a nevelés színvonalát? Történik ez egyáltalán nevelés? És a nevelem mire neveljen őket? A repülőgépek le magukra is lőnek! Vége nem még mint ez a volt? Nem mondott mesterség. Katonának benütött! Nem mesterség, ha nem tudom. Mit tudom én, micsoda tudom? Ezek a lányok értik a mesterségüket, de nem Mindenki a helyére!
Tudod, a malátkor, aki egészségügyi
megenni, Gajzrita! Hát fecsengerek, ha jól esik nekik. Jó, legyenek szerelmesek, de ilyen hülyeségeket! Folyton erről átrendozni! Miért te? Te miről átrendozol? Yeah.
Maga láttam, kettem vannak, két iskola, láttátok-e fegyver? Én az én, hogy fegyveri ezzel a kincs. Semmi, riadok a sörget! Lána, riadok! Fenyő, Fenyő, süket vagy Fenyő? Ébredj már a kutya úristeni! Itt Fenyő. Vaszpon? Na mi van? Önérdes, jelentem németeket feleztünk fel az erdőbe! Légy szám kettő! Kiben vetted fel? Osztja innen tizedes! Riadót rendeltem el! Kérek engedélyt az erdő átfésülésére! Fáj! Nem kell pánikba esni! A megfelelő döntések meghozatala alapos körültekintést igényel! Körültekinteni? Hát azt akarok, körültekinteni az erdőbe! És az objektum? Mi lesz az objektum védelmével? Miért hallgathatom? Mire gondolsz? Önökes! Önanyatás! Muszáj eltakni azokat a németeket, én felderültje vagyok, az erdőt, mint a fegyelemet! Önanyatás! Gyorsan elkapjuk őket! Várj! Hogy tértek ki azok a németek? A jelentés szerint álltálatok, éppen gépvisz, hogy felderítők! Felderítők? Hát mi a csodát derítenének állatok fel? Hogy a turmékot a háziasszonyok karjaiban? Mi van, Vaszkov? Miért hallgat? Eltárs! Küldj ide egy-két embert az objektum védelmére! Muszáj elkapni azokat a németek, amik nem jutnak messze! Amik nem jutnak messze! Ez a veszély! Intézkedés hangozás nélkül a megfelelő időben! Rajta Vaszkov! Tartalék indul! Ne késd neked! Értettem, hangos eltárs! Fenyő! Fenyő! Süket vagy! A kutyon istenit add a kettest! Nem, hogy két ember, hanem egy egész hadsereg eltérhet. Akkor
Azonnal értesíteni kell a vasúti őrséget. Úgy van, értesíteni, hogy várják őket, értesíteni, hanem ez volna a legfontosabb. Egyebettel nem is kéne. Az az én dolgom, maga jelentse. Summer of Christmas, the rapport I am my Ah!
hirtelen. Mindenki hozzám! Rendben, indulás! Oh, the girls keep on rolling, keep on rolling, keep on rolling, keep on rolling, keep on rolling. Na, most. Gumi! Német gumi, csizma! Egyszerűen nincs. Csüppedés, könnyen járás. No kislány, mindjárt nemrég az egyik barátunk. Szép szállengő. Majdnem két méter hosszú, 80-85 kiló. Nem ajánlom, hogy külön találkozott. Valahogy így szorosan mellettem elválasztál, hogy... Hoppá, itt a másik! Íme, ott jön a bizonyos ismerősre. El lett amúgy. Tudtam előre, hogy kerülő úton mennek. Megmondtam. Jól kifutják magukat a randevúig. Sokkal fáradtabbak lesznek, mint mi. Meglátjuk. Hát... Apád, anyád! Hát most látnak, hogy a kislányunk... Hát áram? Nem tudod? Ki tudhatja? Hát igen. Hová van most, Iba? Mint. A szüleim otthában értek, én ott tanultam. Na és azóta apáról, anyuskáról semmi? Semmi. Hát, azért ott is élnek még emberek, nem írtanak ki mindenkit. Te talán úgy értem, hogy az apád zsidó? Nyilván! Mi az, hogy nyilván? Hát nyilván, nem olyan nyilván. Hát, csinos kislány vagy te, ha sovány is. Az Úristen, de meg a tudom a világ. Jó meg a vitálat, az embereket csak azért, mert a kislány, hát azért talán én nem szabad feladni. Hát, úrvisfaltod, hát katonák vagyunk! Hányat látok én? De hát miért? Hogy ellenőrözzem a harckészséget, gyerünk! De én nem... Gulli csatos, vigyázz! Valaki ott végrehajtani! Ha! 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 Mi az? Mi történt? Mi történt? Hát ha történt volna valami, akkor nektek már a Szent Péter háborna a túlvilágon. Hát úgy lapoltok, mint egy behincsolta. Elválasztottak? Hát meg hittem! Akkor jó. Na, mit látok ez, hajú? Egy lekört volt a kanyarban. Hát te? Semmi! Minden rendben! Minden rendben? Lovicskina, minden rendben? Hát, a bokrokról lehet, mint a harmad. Bal felől. Erik még megvan, de... Itt! Itt már nincs. Ella! Terékvány vagy őszina van. Erdei lány! Nem olyan, mint... Mit? De ezt látjátok? Kezdetek, nem van? De most jól figyeljetek! Volt ott még van. Volt, betörták, harmadban is volt, de volt még van. Lábnyomot! Kettő! Az ő barátai! Erre itt az egyik, itt a másik. Erre tambolva. Megkerülik az indovát. Van ott egy sáros rész, megkerülik.
Hadd kerüljék, gyávák! De mi ugyanányok még nem térünk. Én meg elsőnek... Nem kell férni a bocsánatot. Egyenest átvágyunk. Nem férünk. Én meg elsőnek a többi szoros anyagomban, de csak anyagomban. Balra-jobbra nem kacsálunk. Na tessék, itt a pütykös. Mielőtt lépünk, és csak azt mondjuk, világos? Nem! Mi nem világos? Mi az a pütykös? Hát így van a kezedben. Kezemben? Jó! Meg ez a pütykös! Pütykös! Hát már így pütykös, kérdezik húrgó. Húrgó! Felejünk, húrgó! Mi felejünk ez a? Hagyd abba! Jó van, mert ezt tárgyodál kéne, megértsük a vezetést! Ne gúnyolódj! Hé! Romekó, majd átkerünk, akkor prépálkozunk. Figyelem! Úgy kerünk rá, hogy egy egyébként közre fogunk. Tehát elsőnek én, Gurvics, Briskina, maguk ketten szétváltak ugyanúgy. Imbolás! Oh,
Vigyázz! Parancsoljon!
Az ellenség két állít felfegyverzett német személyében a Boktó körzetében mozog. Azzal a céllal, hogy titokban erősen a Kilovi vasútvonalhoz és a Fehérfengéri Balcsatornához. Hat emberből a csapatunknak az a feladata, hogy biztosítja a Tudjonhindó védelmét, és elfogja az ellenséget. Vigyázz! Úgy döntöttem az ellenséget, itt várjuk be. Itt állítunk csapdát. Mielőtt tüzet nyitunk, feltoltjuk az ellenséget, és adja meg magát. Ellenállás esetén kettőjük közül az egyiket élve fogjuk el. A menetfelszerelés tartalékban marad, csetten szakartos ügyelten. Harci cselekmény csak az én parancsolom kettőnek. Helyettesen mi a hadművelet idejére, osztja a tüzetsel meg önünk. Ha ő is harckértelen lenni válik, akkor burm is harcos. Kérdés van? Nekem miért kell tartalékban lenne? Lényegtelen kérdés, Harci csatás. Te vagy el itt tartalék! Várja! Több kérdés nincs? Minden világos? Akkor készítsük elő a rejtőzködés igényt. Az ellenség érkezéséig 4 órák van hátra. Addig lehet étkezni, beszélni. Készítsük elő a rejtőzködés igényt. Be
édes vadénet nem fogunk el. Mi nem tudunk felejteni. Kihang az élet mit üzenetek? A szívújtel, vagy a remény, a harc, a szabadság fírja reszke, az arcokon adott. Kinek volna soha? Magamnak. Akkor miért hangosan? Mert verset olvasok. Verset? Szépen köszönöm. Itt a gránátvedés oktatás. Elhozod a szemet. Világosan törpölmester elfes. Általában mondom, az olvasás mondja a szemet is. Nézd, csak azt kövöd. Ne olvas hangosan. Messze hallok kérdez a csendben. Főleg hajnalban. A hajnalok itt nagyon csendes. Köszönöm szépen! Дивона не сидит,
hiával rakik? Lehet. De nem hiszem, jönni kell nekem. Hát feküdjön le addig. Na, aludjon egy kicsit. Majd én fölébredtem. Nem szabad, hossz egy nyertár, sőt. Margarita. Mi is az atyai neve? Hívjon csak Ritának, Szerdoszi Ágyulat. Rágyúj, Ritaeltás! Nem dohányzom. Inkább te menj lefeküdni, Rita, menj csak lefeküdni. Nem akarok aludni. Akkor is nyújtod egy kicsit, jó tesz a lábam. Megszoktam már az álom. Csörögnek a szark! Ez azt jelenti, hogy... Gyors, mi a tartosokat? Tolmács, hozzám! A németek! A németek elsőnek én kiáltom! Németül! Oroszul! Jó! Ha nem értik fel a kiáltalájuk, németül! Jó, hogy tudod! Rodinom, menj, legyen kicsorból! Itt van,
fúcsalányokkal menekülgetek! Menekülni! Holnap visszaírom magát.
utána bemegyek a városba. Holnap visszatérünk a körbe, és majd együtt énekelünk. Tele! Kettes! Liza, 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 Liza! Miért nem dalsz velem még? Liza, 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 Liza! Nem dalolsz velem néha. Holnap. Még akkor is csak a holnapra tudott gondolni, mikor a ragyogó májusi kékeket látta, és hörömbe kötkötte a císzatot. Segítség! Kettő van, mint gyerekek. De volt úgy, hogy hárman is.
Sokan voltunk otthon. Sok gyerek. Ezért nem volt még soha saját utat. Sofia Szolomonosnak buddhistam. Nem volt saját utája. Soha életében. Itt a kiáltozat van. Jaj, a nyugalom. A valóban bajban nincs idő kiáltozni. Komeko, gyere velem! Itt már elég! Hát ezért kiáltottál. Ezért kiáltottál, Szonyicska. Az első túlás kérdőn a szemben. Nem ért azt igazig, a mellett felfogtam. Nyugodj békében. Komenko, most nincs idő gyártolni. Ti nem fogtok kiáltani, ti nem!
Igen? Több párta? Az vagyok. Akkor felkérjük, hogy elnököljön a kastamon gyűlésünkön. Mit csodán? A gyávaságot nem nézhetjük tétlenül. Ja, úr! Gyűlés! Ragyogó, remek! A felvetett problémát megvitatjuk. Határozódott hozom. Elmaradt a jó Chapman pártjátása. Jegyzőkönyvezünk a jegyzőkönyvezünk, pedig majd intézkedni születik a németek részéről, meg kell intézkedni, vagy nem megfelelő! Mit tudok osztani van? Váltásra! A gyűlés határozatlan időre elhaladtuk. Ehhez folytatjuk a harcot. Ami pedig a gyávaságot illeti nem volt. Első ütközetben kislányok nem gyáva az ember, mert még nem tudja, hogy mi vár rá. Gyávák csak a másodikban teremnek. Na mit történt az egyszerű? Fejvesztettség! Tapasztalatlanságból ered, igaz, csöppetnek azok? Igen. Akkor megtalancsolom a bőgést, abba hagyni! Nem tűzítsék, nem tűzítsék! Hogy nem is a kenésre, nem látok soha! Melyek volt! Visszamegyek! Meghalt! Miért kell mindig elvadulni? A segítség meg fog jönni! Most pedig megnézzük, hogy mit csinálnak a németek! Közelítősen velem jön, csöppetnek azok! Az állattól addig tudja, hogy ember, amíg el nem felejtse. Amíg vigyázz, hogy el nem felejtse. Ami ha elfelejtse, addig kell venni, amíg új lesznében nem jut. Olvastam az alapvágyat, vagy csak mondom. Mesélek róla, jó? Szóval nagyon kedves ember. Egyszerű. Nagyon kedves, egyszerű. Annak ellenére, hogy magas tisztséget tőle, egyszerű, ez nagyon fontos. Úgy beszéltem vele, mint most veled. Nem is én voltam csó. Szóval egyszer a katonaiskoláról nyugalomban elvettek minden posztába. Megnéztük a mauzóleumot, meg mindenféle falapákat. Múzeumban is voltunk. Akkor meg is találkoztam. Meghívott minket, leültött a teátrót és azt mondta. De miért akar megcsapni? Én tudom, hogy Korcsagi néne meg kell tud mondani. És valaki, és nem is Korcsagi, hanem Ostrovszki. Miért fog itt neki levelet az árban? Lehet, ez egy másik Korcsagi. Ott jönnek! Rapulj! Várjuk, hogy átmennek! Ne lőj, Ati! Gálya idősebbnek látta magát és keményebbnek. Azt láttam, hogy ő már tud ölni. Még nem tudom. Gálya! Elég van! Gyerünk! Gyerünk! Vidd el innen a németeket!
pedig még él a medve! Még él, ami van, nem medve, gyertek! Liza, 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 Liza. Majd elvesztettem az én háromat. Még akkor is, ha az ellenség 25%-et elveszi. Vereséget szenvedtem. Mert nem tudtam feltartóztatni a németeket. Mert személyi állományon felét elvesztettem. Csak egy tisztelőm van. Rosszos fölött. Vissza. Vissza bánni. Onnan jöttem minden hajnalban. Nem fontos, most már igazán nem fontos. De, de,
Most már nagyon fontos. A kispiamtól jöttem. 3 éves. Ígérnek, hogy vigyázol rá. Ez az utolsó kívánságom. Hát ilyen kiutunk, milyen fogsz? Te is tudod, hogy meghalok. De meg ígérnek, hogy vigyázol. Nem, igaz, hogy csak 2 golyó van benne, de nem voltam lehet, hogy értem. Körüljetek mindjárt fülök, én járt fülök, meg kérlek! Ne hagyd a fedra! Várj! Gyere vissza! Sokkal meg! Kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi.
kellemetlen momentum van még hátra a mai napból, és kérem, hogy ezt a néhány percet még töltsék velünk. Kérem a tanárokat, hogy jöjjenek még fel, és az oklevelek átadását. Intézzük el. Kérem az övendékeket, hogy jöjjenek. Vegyék át az idei okleveleit. Thank you.
magát, aki most nem tudott jelenni. Kedves vendégeink! Köszönöm, hogy megjelentek. Most már tényleg nincs más hátra, mint hogy néhány perc türelemmel azért legyenek, amíg pár fog a vendégeknek, a tükrös ereinek szólunk, és meggratulálják őket személyesen is. Minden jót, jövőre találkozunk. Viszontlátásra!